Beköszöntött a jó idő, most már a szabadban gyakorolhatják az ütéseket a gyerekek a teniszedzésen. A tavaly szeptemberben alakult szakosztály a téli tréningeket egy fedett csarnokban folytatta le, a tavasz beköszöntével viszont visszatérhettek a salakra. Váli Patrika kezdetek óta jár edzésekre, neki nagyon tetszik ez a sport. Tavaly szeptember óta kezdtem el teniszezni, és azért tetszett meg ez a sport, mert tehát csupán tele van mozgással, illetve fontos a koordináció, és fejleszteni akartam ezeket. Jó a társaság, az edző, meg úgy maga az egész, maga a sport. El szeretnék jutni amatőr versenyekre, de engem az se zavar, ha csak hobbi szinten csinálhatom, mert nagyon élvezem. A szakosztály megalakulása óta gyarapodott a tagok létszáma, egyre több gyerek választja ezt a mozgásformát sportolásként. A szakosztályunk annyiba változott, hogy bővültünk elég szép számmal, hálainknak, szétszedtük az edzéseinket, tehát most már két csoportunk van. Bővült a szakosztályunk egy új edzővel, Steik Csabával. Csabi nagyobb gyerekekkel foglalkozik, én a 7-től 13 éves korig foglalkozok a gyerekekkel, és a Csabi pedig a 13 fölöttiekkel. Hétfőn és csütörtökön vannak az edzéseink, 4-től fél 6-ig és fél 6-tól 7-ig, Csabinak pedig hétfőn és szerdán. Igazából bárkit, tényleg aki szeretne jönni, azt várjuk szeretettel. Most indul egy teljesen kezdő csoportunk, azon pedig hétfőn és pénteken lesznek edzéseink. Ők teljesen amatőrök lesznek még, tehát aki szeretne, aki kedvet kap e felé, az nyugodtan megkereshet minket. Nyáron lesznek táboraink is, sporttáboraink, ahol ugyanúgy ki lehet próbálni majd a teniszt, a tenisszel is megismerkedünk, meg még emellett nagyon sok sportággal, tehát aki sportolni szeretne, és mozogni, és a tenisszel megismerkedni, az nyugodtan jelentkezhet a sporttáborunkba is nyáron. Az edzések mellett cél az is, hogy azok a gyerekek, akik kedvet éreznek hozzá, versenyeken is megmérettessék magukat. Van nyáron mindenképp ilyen play and stay amatőr versenyeken szeretnénk indulni. Vannak, mindenki igazából nagyon ügyes, tehát mindenkit meg szeretnék próbálni idén, hogy elmenje egy verseny és kipróbálja mindenki magát. Június végén lesz az első versenyünk, ahova már elmegyünk a gyerkőcökkel. Emellett lesz amatőr páros bajnokságunk is, amit mi szervezünk majd május 28-án. Oda is várjuk a jelentkezőket, a nevezési információkat majd a sportközpont oldalán lehet megtekinteni, és a szexuálisport.hu-n. Mehet a taposás, mehet, ez az már, gyerünk, sajt, van, azaz. Sajt, bent vagyunk, azaz, fehér. Az edzések során a játék mellett állóképességjavító gyakorlatokat is végeznek, ami fontos, hiszen a sprintek és a gyors megállások miatt szükség van a jó fizikai erőlétre. Hogy a legfontosabb, hogy a bemelegítések. Bemelegítéssel kezdünk, szoktunk futni az atlétika pályán, amit külön szeretnek a gyerekek, utána pedig elkezdjük ugye bemelegíteni a végtagokat, ugye egy kis állóképességfejlesztés, egy kis motoros képességfejlesztés, utána pedig rámegyünk a technikára, mind a tenyeres vonák és minden különféle ütésnek a gyakorlására. Utána persze játszunk mindenképp, ilyen játékos formában, hogy megtanulják a számolást, a tenésznek a számolását, azzal folytatjuk. És aztán pedig ugye egy levezetés, hogy a legközelebbi edzésre maximális erőbedobásra tudják újra jönni. A tenisznek számos jótékony hatása van. Erősödnek a lábizmok, illetve a különböző típusú ütések jóvoltából a finom motoros mozgás is fejlődik. Javul a szem, kézkoordináció, továbbá a tenisz erősíti a teljes szervezetet, támogatva az immunrendszer működését, így a játékos sikeresebben nézhet szembe bármilyen megbetegedéssel, nem is beszélve arról, hogy mindez szabad levegőn, jó társaságban űzhetik.